Hölgyeim és uraim, kedves érdeklődők, táborlakók, folytatjuk a Ma Hét Média Családban a programsorozatot. Egy nagyon érdekes beszélgetése az európai autóművi modellekről, itt a felvidék, illetve a külhoni magyar kisebbségek lehetőségeiről beszélgetünk, és üdvözlöm is két vendégünket, Szili Katalin miniszterelnöki biztost, valamint Őri Pétert, az MKP országos tanácsának elnökét, és Kollek Zsolt munkatársamat, a Ma Hét Média Családnak a rovatvezetőjét, ő vezeti a beszélgetést. Egy olyan téma az autonómia kérdése, amely sokakat bizony indulattal, érzelmekkel tölt el. Én azt gondolom, hogy magyar oldalon is, de a többségi nemzet részéről is. És hát valamiféle kronológiát szeretnék szánni ennek az egyórás beszélgetésnek, és azzal indítanék, hogy én, de gondolom a sokan az itt ülők közül is, és majd a kedves vendégeink nyilatkoznak erről, illúziókkal bírtak már, akinek az életkor ezt megengedi, úgy 1989 tájékán, hogyha majd megtörténik a rendszerváltozás, ezzel együtt a kisebbségi jogaink is megoldódnak, és mindaz a hátrány, amit elszenvedtek, a magyarok határokon túl, az majd megoldódik. Azután, amikor ez így láthatóan nem történt meg 89-90 követően, akkor egy csapás egy másik dátumot tűztünk ki, és újabb illúziókat fűztünk hozzá, ez pedig az uniós csatlakozás volt. És aztán lám-lám csatlakoztunk, és mégis úgy tűnik, mintha az a nemzetállami paradigma csúnya idegen kifejezéssel, szóval ez a nemzetállam, ami itt téglákból fölépült Szlovákiában, az nem, hogy összeomlott volna, de még talán egy tégla se esett ki ebből az épületből. És a kérdésem az lenne elsőként Szili Katalin irányába, hogy ő is rendelkezette, vagy őt is ilyen illúziók hatották át 1989-90 tájékán, mármint ami a kisebbségi jogok a határon túli magyarok jogérvényesítését illeti. Erre egyrészt szeretném megköszönni a meghívást, és örülök, hogy egyáltalán erről a témáról beszélhetünk, mert sok minden olyan kérdést szerintem tisztába lehet tenni, amit reményeim szerint a többségi társadalom is megért. És ha röviden válaszolnék szerkesztő úr kérdésére, akkor azt mondanám, hogy igen. Nyilvánvaló, ha visszatekintünk az elmúlt 30 évre, akkor azért az jól érzékelhető, hogy nem csak a Kárpát-medencében, hanem a határon túli magyarságban is megvolt ez az illúzió a közösségben, hiszen az első autonómia tervezetek, azok és statútum tervezetek, azok éppen 89-90-ben, illetőleg az azt követő években születtek, és ha például visszagondolnak pontosan a felvidéki magyar közösségeink arra a komáromi találkozóra, aminek nemrég volt ugye az évfordulója, akkor azért az jól érzékelhető, hogy voltak ezzel kapcsolatosan. Én azt mondom, hogy nem csak illúziók, hanem tervek is, hiszen konkrét tervezetekben nyilvánult ez meg. Az egy más kérdés, és erről én azt gondolom, hogy sokkal szavakavatottabbak a felvidéki magyarság képviselői, akik már megélték ezt az időszakot, hogy ez miért nem következett be, illetőleg a másik időpont valóban 2004 volt az uniós csatlakozás. Ehhez képest azért én egy másik dolgot is szeretnék ide asztalra tenni, hogy nem csak abban a májusi időpont, illetőleg januári időpontban, amikor az unió teljes jogú tagjai lettünk, kezdtek elszállni ezek az illúziók, hanem a 2004. december 5-e is egy olyan dátum, ami sajnos ezt az egész kérdéskört még inkább zárójelbe tette, hiszen ezen a népszavazáson a leginkább, ami rólunk látszott, az az volt, hogy a Magyarország határain kívül élő magyarság, ahogy akkor fogalmaztak sokan, mintha nem kellene az anyaországi magyarságnak, holott azt kell, hogy mondjam, ez, és hál' Isten azokta ezeket a kérdéseket 2010-ben rendezni lehetett, beleértve az állampolgárságot, a választójogot. Nyilvánvaló ez Szlovákia esetében egy egészen különleges kérdéskör is. Azzal együtt, hogy én a sajnálatosnak tartom, hogy a szlovák alkotmány egyrészt a kettős állampolgárságot sem ismeri el, sőt, az itt élő kisebbségi közösségeket sem ismeri el államalkotó tényezőként. Ezért is helyes a megfogalmazás, hogy nemzetállam,
ami nem keverendő össze a, például a nemzetek Európájával, mert nem nemzetállamok, hanem nemzetek Európájába gondolkodunk, ez csak egy zárójeles megjegyzés volt. Tehát ma az a kérdés tehető fel, hogy 30 év után és az Európai Uniós csatlakozásunkat követő 15. esztendőben, hiszen éppen 15 esztendeje csatlakoztunk, 30 éve volt a rendszerváltás, egy, van-e létjogosultsága még ennek a kérdésnek, kettő, a közösség akarja ezt, ha igen, akkor milyen típusú autonómiában gondolkodik, hiszen ennek is, és ha már erről beszélünk, számtalan változata van, beleértve a személyi elvű, beleértve a kulturális autonómiát, bizonyos tipizálás szerint ugye a személyi és a kulturális autonómián kívül létezik már egy olyan típusú, amit funkcionális autonómiának hívunk, ami gyakorlatilag a közösségnek egy-egy témakörbe történő kooperációját jelenti, illetőleg ezen kívül a területi autonómia, illetőleg az adminisztratív autonómia, ami még létezik. Tehát azt is meg kellene fogalmazni, hogy a közösség milyenben gondolkodik. És itt azért szeretnék egy kitételt tenni. Amikor én a miniszterelnök úr megbízásából és miniszterelnök helyettes úr felkérésére ezt a feladatot elvállaltam, akkor sokan azt mondták, hogy na majd mi Budapestről mondjuk meg, hogy mi történjen. Ez nem így van. És azt szeretném azt a gondolkodásunk Szkülája és Karibdiszeként megfogalmazni, hogy egyrészt a közösségnek kell megfogalmaznia azt, hogy mit szeretne, milyen típusú autonómiát és milyen közösségi jogokat kíván megteremteni. A másik pedig, amit szeretnénk világossá tenni, hogy ez csak és kizárólag az európai keretek között. És akkor nyilván ez még feltehető az a kérdés is, és erről is lehetne még fél órát beszélni, de nem szeretném, majd még biztos sor kerül rá, hogy Európa ebben egyáltalán mit tesz. Európa foglalkozik ezzel a kérdéssel, akkor, amikor az európai lakosság 5%-át kitevő migráns kérdés az napi témája Európának, ugyanakkor az őshonos kisebbségek, akik 10%-nyian vannak Európában, több mint 50 millió ember, ezt a kérdést egyszerűen eltolja saját magáról. De akkor gondolom, erre még lesz majd kérdés. Köszönöm. Péter, a kérdés hozzád is szól. Tehát ugye az volt az alapkérdés, hogy ez... Szép jó napot kívánok mindenkinek, elnézést kérek. Az volt az alapkérdés, hogy 1989-90-ben én vajon gondolkodtam-e... Nem, teljesen, tehát mondjuk három évvel ezt követően viszont megéltem és emlékszem azokra az időszakokra, éppen a középiskola befejezésénél tartottam. Én azt gondolom, hogy 1990 és az ezt követő 5-6 év az mindenképpen egy eufórikus időszak volt, hiszen a rendszerváltás mellett nagyon sokan, és ebből parázsviták is alakultak ki, nagyon sokan gondolkodtak azon, akár az akkori magyar politikai társadalmi vezetőség között is, hogy milyen formában lehet a közösség jövőképét tálalni, milyen jövőképet szánnak a közösségnek. Itt különböző törésvonalak voltak, amelyek ezt követően politikai törésvonalakká is váltak. Ugye ismerjük a helyzetet, hiszen 94 után az akkori Mecsieri időszakban jött egy olyan újabb törés, amely viszont arra kényszerítette az akkori politikai vezetést, hogy egy irányba kovácsolja a politikai érdekképviseletet. Mind a mellett, közben és párhuzamosan ezzel, illetve ezt megelőzően, elnök asszony által is említett 1994. január 8-ai Komáromi Nagygyűlésen, viszont megfogalmazásra kerültek azok az alappontok, amelyek az önigazgatás, ha úgy tetszik, autonómiának az alapját képezték volna. A későbbi időszakban a szlovákiai magyar vagy felvidéki magyar társadalomnak a döntő többsége is sokkal inkább az uniós és a NATO csatlakozással foglalkozott, és azt várta, és valóban itt megjelenik a képben, hogy ezt követően, illetve a csatlakozás előkészítése során a nemzeti közösségünket érintő kérdések is valahogy napirendre kerülnek, esetlegesen majd megoldások születnek benne, ez nem történt meg. Viszont volt, én azt gondolom, hogy volt két komoly töréspont az önigazgatás kérdésében. Az egyik az a 2000-2001-es decentralizáció az országon belül, amikor is ugye
a megyerendszert kialakították, szerintem sokat beszéltek már róla, és ismert a tény, akkor óriási dilemma és talán pár szavazaton múlott az akkori Magyar Koalíció pártjában, MKP-ban a kormányban maradás vagy a kormányból történő kilépés kérdése, hiszen egy területi önigazgatási modell alapját mindenképpen a közigazgatási rendszerbe elhelyezve kellett volna végig gondolni, illetve betájolni, ahhoz viszont olyan közigazgatási modellt kell létre, illetve kellett volna létrehozni, amely némileg a Szlovákiában található természetes régióknak a tényét is figyelembe veszi, hiszen a jelenleg hatályos közigazgatási modell az gyakorlatilag ebben a formában területi elrendezését tekintve nem ad lehetőséget arra, hogy ilyen jellegű átalakításokra sor kerüljön. És azért mondtam, hogy kettő, mert ezt megelőzően viszont pont a Mecsiari időszakban, ugye a 1996-ban lezajlott egy olyan államigazgatási átszervezés, amikor azok a járások kerültek államigazgatási szervként kialakításra, amelyek a későbbiekben a megyerendszer és a megyék alapjait adták. Ma az összes szlovák politológus, illetve szakértő, kezdve a belügyminisztériumtól a szlovák értelmiségig is, elmondja és leszögezi, hogy az egész közigazgatási rendszer, amely ma hatályban van az országon belül, annak a kialakításában az egyik fő érv, az a több magyar vidék több kerületbe történő besorolása volt. Tehát ezt nem egyszer hallottuk éjszak a szlovák tévében, szlovák politológusok részéről is. Ezt a belügyminisztériumnak egy 2003-as vagy 2004-es anyaga is taglalja, hiszen ott viszont gazdasági kérdésként jelenítik meg. Hogy miért fontos egy mondat erejéig még ez a töréspont? Azért, mert az önmagunk látképe, látlelete és jövőképe tekintetében az, hogy egy közigazgatási egységen belül, vagy akár több, de a természetes régiók figyelembe vételével történő közigazgatási egységen belül jelenjen meg a honi magyarság, ez jelenti az alapkövét annak, hogy utána ezt követően, tehát ez ugye a formavilága, ezt követően tartalommal, tehát jogkörökkel is meg lehessen azt tölteni, hogy azokat a sajátos ügyeket, amelyek a magyar közösséget érinti, esetleg más nemzeti közösségeket is érint, azokat valamilyen szerv, közigazgatási szervbe el lehessen úgy helyezni, hogy elkezdődjék az önigazgatás valós megvalósítása. Tehát ezek voltak, én azt gondolom, még ha szabadot így kiegészíteni elnökasszonynak a gondolatait is, de ezek voltak még olyan töréspontok, amelyek befolyásolták azt, hogy mi történik. Ma már tényszerűen rá kell döbbennünk arra, és teljes mértékben egyetértek ezzel, hogy az Európai Unió és az Európai Unió intézményei a mi valós problémáinkat ebben a tekintetben megoldani nem nagyon akarják, vagy odázzák, vagy félnek tőle. Erre ugye két konkrét példa van, ez egyik a Minority Safe Pack, amely szintén kapcsolódik a történethez, a másik pedig a régiókról szóló újabb, most zajló, vagy most kezdődő aláírásgyűjtés, amely gyakorlatilag egy hat éves bírósági per végeredményeként született meg, hiszen elutasította az Európai Bizottság azt, hogy ezt egyáltalán be lehessen nyújtani. Ha szabad, tényleg egy utolsó, most ugrott be még egy dolog. 1995-ben, amikor az akkori szlovák és magyar kormány aláírta a két ország közötti kétoldalú szerződést, akkor bekerült az Európa Tanács 1201-es, nagyon rég hallottunk róla, 1201-es ajánlása, ugye az Európai Tanács mindig ajánlásokat fogalmaz meg, és nem olyan dokumentum, amely a jogrendbe automatikusan beépül, amennyiben mondjuk ratifikálja úgy, mint egy Európa Uniós normát az adott tagállam. Az Európa Tanács 1201-es ajánlása a szlovák jogrendbe ott épült be, hogy a nemzetközi szerződésben történő megjelenése miatt, mivel ezt ratifikálta Szlovákia és Magyarország is, ez a rész, ez gyakorlatilag benne van. Most amit tudni kell nagyon röviden az 1201-esről, az az, hogy az 1201-es Európa Tanácsi ajánlásban, mint dokumentumban jelent meg először az, hogy a nemzeti közösségek kollektív jogokat is élvezhetnek, illetve kellene, hogy élvezzenek, amennyiben erre igényt tartanak. Ez ott bővebben nyilvánvalóan szét van írva, de a jogrendben ebben a tekintetben ott van. Én azt látom, hogy egy picit, és nem is annyira picit, a közbeszédből kitolódott az önigazgatás kérdése.
Az okait azt mindenki döntse el, hogy vajon miért történt így. Nem könnyű téma általában azt, aki egyáltalán szakmailag ezzel foglalkozni akar, nálunk automatikussá vált, hogy a szlovák többségi nemzet részéről megbélyegzik, holott semmilyen negatívuma nincs, hiszen ha figyelembe veszük a külföldi, az Európa Unión belül, vagy akár Európa Unión kívüli országain belüli megoldásokat is, akkor azt látjuk, hogy a többségi nemzet és a nemzeti közösségek közötti konfliktusoknak a valós megoldását kizárólag ez a rendszer tudja megoldani. Köszönöm szépen. Két megjegyzést engedjenek meg, hogy tegyek plusz még ehhez tájékoztatásról. Ugye én említettem azt, hogy az Európai Unió nem igazán szeretne foglalkozni ezzel a kérdéssel. Ez jól érzékelhető, hiszen az Európa Tanács portfóliójába teszi mindezt, és az elmúlt másfél-két évben elég sok olyan magyar kezdeményezés volt, ami akár a nyelvhasználat, akár egyéb kérdésekben előrelépést jelentett. Viszont ehhez képest összehasonlításként szeretném önöknek mondani, napokban írtam egy cikket, az valamikor most fog megjelenni arról, hogy nem tudom, mennyire tudják az Európai Unióban, 2019. március 25-én az Európai Parlament hozott egy határozatot, aminek az a címe, hogy az afrikai származású emberek védelméről szól, az ő integrációjukról, beilleszkedéseikről, az új egyéni és kollektív védelmükről, jogaikról, lakásbiztosításról, oktatás, szociális és egyéb helyzetről. És ez azért is érdekes, mert én egyszer nagyon szeretném látni azt, hogy az Európai Unió fölkarol egy olyan kezdeményezést, ami az őshonos kisebbségekről szól, és például az őshonos kisebbségek egyéni és kollektív jogait tartalmazza, és ezt azért merem itt is különösen kihangsúlyozni, hiszen azért Szlovákiának még vannak olyan dekrétumai, amik hatályban vannak, amik éppen a kollektív bűnösségről szólnak. És érdekes mód ez az Európai Uniót különösebben nem zavarja. Tehát ezt szeretném. Másrészt meg szeretném azt is elmondani, hogy az elmúlt napokban elég sok olyan megnyilatkozást láttam politikusok részéről, akik kezdenek bennünket, magyarokat szeparatizmussal vádolni. Én azt nagyon szeretném itt és most szintén megfogalmazni. Senki nem gondol abban, hogy bármilyen változtatással kíván élni, hanem egyszerűen ebben az egységes Európai Unióban szeretni azt, hogy amit egy Európa más szegleteiben lehet, Feröer-szigetektől Dél-Tirolig, miért ne lehetne a magyar közösségeknek is megfogalmazni. Tehát szeretném, hogyha az elmúlt 100 évet sikerülne meghaladni, és ezzel az egész kérdéskörrel nem a probléma részévé, hanem a megoldás részévé szeretnénk várni a következő időszakban. Elnök asszonyra csatlakoznék abban a tekintetben, hogy az Európai Unió láthatóan a menekültek, a bevándorló kérdését integrációs problémaként kezeli, de minket őshonos kisebbségeket pusztán pedig egy szociokulturális kihívásként, akik élnek egy olyan közegben, amely számukra nem idegen, és hát oldják meg a problémáikat saját erejükből, ehhez nem kellenek az uniós integrációs mechanizmusok. És akkor egy picit, ahogy kronológikusan elkezdtük a beszélgetést, azt gondolom, hogy adjunk egy kis földrajzi távlatot is mindannak, amiről itt beszélünk. Hiszen amikor előbb sommásan azt mondtam, hogy a felvidéki magyarság helyzetét meghatározza, hogy ebből a nemzetállami épületből egyetlen téglát, vagy jószerével egyetlen téglát sem sikerült kihúzni, ugyanez talán, vagy talán egészen nem igaz a Kárpát-medence más régióira. És arra kérném elnök asszonyt, hogy igazítson el minket, milyen helyzetben vannak a magyar közösségek a Kárpát-medence egyes régióiban. Köszönöm szépen, remélem holnap reggelig van időnk, hogy akkor végigvesézzük ezt a kérdést. Elég sajátságos a helyzet, mert azt kell, hogy mondjam, hogy talán a legjobb helyzetben, az sem tökéletes, hozzáteszem, de a legjobb helyzetben a vajdasági magyarság van. És nem csak azért, mert ott a vajdasági autonóm tartomány létezik, hiszen a vajdasági autonóm tartomány az autonómia, ahhoz képest a magyarság ott autonómia az autonómiában, amit élvez, hiszen a vajdasági autonóm tartománynak az a sajátossága, hogy ott is a többségi társadalom van többségben. Most ezen belül a vajdaságban 13 olyan
kisebbség létezik, amelyik a nemzeti tanács választásokon saját magának nemzeti tanácsot választ. Tehát ott a Magyar Nemzeti Tanács ezen a vajdasági autonómián belül rendelkezik mindazokkal a jogokkal, ami az oktatás, a kultúra, a finanszírozás, illetőleg a média kérdéseiben dönt, még az intézményekben, illetőleg azoknak a képviselőiben is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a Kárpát-medencében a vajdasági autonómia az egy ilyen zászlós hajóként tekinthető, és túl azon, hogy legtöbbször kulturális autonómiaként szokták meghatározni, ott az szerint, a tipizálás szerint, amit én önöknek említettem, ahol a személyi, a kulturális, az adminisztratív, a funkcionális, az adminisztratív és a törvényalkotási, mint legmagasabb létezik, ebben gyakorlatilag az adminisztratív autonómia feltételeinek felel meg, tehát ezt tekinthető zászlóshajónak, ők rendelkeznek egy saját statútummal, a szerb állam elismeri a kettős állampolgárságot, élhetnek ugye a választójogukkal, elismeri az alkotmányában és a területükön élő kisebbségeket, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, függetlenül attól, hogy Szerbia ugye nem egy uniós tagország még, hanem reményeink szerint minél előbb a belépés küszöbén áll, ott tekinthető, és van egy olyan akciótervük, amiben minden egyes kisebbségre vonatkozóan lebontották azokat a lépéseket, amit a következő időszakban elkívánnak érni, és itt hadd emeljek ki például egy dolgot, ott törvényben rögzítették a részarányos foglalkoztatást, tehát a hivatalokban, a testületekben, önkormányzatoknál a magyarság részarányának megfelelően kötelesek foglalkoztatni a magyarságot. Ez azt gondolom egy nagy fegyvertény. Ha megyünk tovább Erdélybe, akkor ott nyilván a székely autonómia, amelyik az egyik kulcskérdés, ahol a több magyarság még megtalálható, ez alapvetően három megyét érint. Ott tavaly január 8-án sikerült elérni, hogy az öt meghatározó civil és politikai szervezet kötött egy olyan politikai megállapodást, amiben együttműködnek, és elismerik egyrészről a történelmi Székelyföld határait, mint a székely autonómia, területi autonómia követelésnek a határa. Ezen belül nyilván az általam említett és a szorványban élők számára is a személyi és a kulturális autonómia biztosítását szeretnék, de Románia is az az ország, ahol szintén az ott élő kisebbségeket nem ismerik el államalkotó tényezőként, azzal együtt, hogy ott azért a kettős állampolgárság létezése az biztosított. Itt nagy reményeket fűzünk ahhoz, ami a minority safe-ek, illetőleg annak nem ellentmondó, hanem azt nagyjában egészében kiegészítő és az elnök úr által említett kisebbségi, tehát nemzeti kisebbségi régió kialakítása jelent, úgyhogy abban arra kérek mindenkit, hogy az 1 millió aláíráshoz majd járuljon hozzá, hogy jövő év márciusában ez szintén egy sikeres polgári kezdeményezésként kerüljön az Európai Bizottság elé. A következő, ha megyünk sorba, Kárpátalja, az ugye egy elég nagy kérdés, mert ott látjuk a feszültségeket, főleg az oktatási törvény, a nyelvtörvény ügyében, ahol tulajdonképpen az autonómia, mint olyan kérdésként ma fel sem tehető, hiszen önmagában a különböző jogszűkítések ellen kell még harcolni. Én nagyon remélem, hogy egyszer azért eljön majd az idő, hiszen Ukrajna az Európai Uniónak egy társult országa. Tehát akkor, amikor a társulási megállapodást aláírta, abba vállalta azt, hogy a területén élő kisebbségek számára biztosítja a különböző jogokat a nyelvhasználathoz, oktatáshoz és egyéb kérdésekben. Ott egyébként ugyanúgy, mint ahogy említettem, Romániában és Szlovákiában szintén nem ismerik el a kettős állampolgárságot, és az alkotmányuk sem tartalmazza a kisebbségeknek, mint államalkotó tényezőknek a létét.
felvidékről ugye nagy részt beszéltünk, és szerintem erre majd vissza is fogunk térni, mert ezzel kapcsolatosan lenne nekem is elnök úrral együtt egy-két kérdés, amit szinte megfogalmazhatnánk. Sajnos a többi területen, tehát a Drávaszögbe, Horvátországba, illetőleg Muravidéken a magyarság már ilyen 10-20 ezer, sőt Muravidéken már 6 ezeres létszámban van jelen, ahol a személyi autonómia, személyi elvű az, amit biztosítani tudunk. És hát azért mindenütt a nemzetpolitikai államtitkárság maximálisan biztosítja azt, hogy az identitás megőrzése az megtörténjen. Pétertől azt kérném, hogy ott vegye fel a fonalat, hogy vajon az autonómia, amiről itt beszélgetünk, miért vált szitokszóvá a közbeszédünkben, de akár azt mondhatnám, hogy nem is a többségi, nem csak a többségi nemzet sajtójában, vagy politikai közbeszédjében, hanem adott esetben a mi magyar közösségünk sem érti pontosan, vagy szándékosan félreérti az autonómia fogalmát. Én azt gondolom, hogy ha szakavatot választ akarunk ráadni, akkor egész, tehát vissza kell nyúlni a szlovák történelmi tényekhez, amikor is gyakorlatilag a szlovákság és a szlovák politikai elit a 19. századtól követően Csehszlovákián belül vagy akár a monarchián belüli autonómia törekvéseit azt úgy fogalmazta meg, mint egy önálló állam létrehozásának alapkőletételét. Tehát ezért is a szónak a jelentése, azt mondja, hogy magam igazgatása, autonomos, ezért is a szlovák sajtó részéről rögtön 1990-et követően, illetve Csehszlovákia 93-as kettévállását, Csehország és Szlovákia 93-as kettévállását követően a szlovákok ugyanúgy azt az elvet, az ő történelmi elvüket próbálták beleépíteni a saját gondolatvilágukba az önigazgatás kapcsán, amely egyébként történelmi tényként jelent meg a szlovák történelemben. Ez a 90-es éveket követően ez a közgondolkodás megjelent a szlovák sajtóban is, amely a magyar önigazgatási autonómia törekvések tekintetében azért próbált megbélyegezni olyan személyeket, illetve az egész ügyet, mert hangsúlyozom, hogy ugyanebből az elvből indult ki, holott a mai és a gazdasági mutatók is azt mutatják, itt van az MKP által készített önigazgatási koncepció az asztalon, hoztam belőle egy példát. De például a gazdasági vetületei ezeknek a kérdésnek azt mutatják, hogy a természetes régiók sajátos jogkörök mentén történő önigazgatási megfogalmazás az mindenkinek jó. Tehát abban a régióban élő minden személy részére pozitív jelenségként kezelendő. Nem kizárólag negativizmusban megközelítendő, úgy, ahogy ezt 90-től tették. Szerintem ez volt az alapprobléma, és ezért vált úgymond szitokszóvá, mert a magyar közbeszéd egy része is mindig táplálkozik a szlovák közbeszédből, és a szlovák közbeszéd 1990-től folyamatosan azt sugallta, hogy az önigazgatás nem jó, holott hangsúlyozom, hogy az abban a régióban élő, amennyiben regionális tekintetben nézzük, minden egyes polgár részére pozitívumot hordoz. Ezt átvéve fölül tudott kerekedni adott esetben a magyar közbeszédben is. Ugye párosul mellette a szlovák vagy a többségi nemzeti félelemből, negativizmusból, meg nem értésből származó jelenség azzal a ténnyel is, hogy a felvidéki magyarságban én azt gondolom, hogy az elmúlt 100 év megfélemlítése, mint olyan, gondolok itt a dekrétumokra, amelyek valóban hatályban vannak jogi értelmezését tekintve, kettős állampolgársági ügyre. De az mindig ilyen enyhe, nagyon finom, de mégis célirányos nyomásgyakorlást jelentett abban a tekintetben, hogy ne akarjunk idézőjelben túl sokat követelni, elégedjünk meg azzal. Hogy ebben a pillanatban megjelenik egy politológiai, politikai, jogi kérdés is, hogy vajon a közösség szempontjából a kapott vagy a szerzett jogok-e a fontosabbak. Tehát a kapott jog, mint olyan, az azt jelenti, hogy azt, amit a többségi nemzet nekünk úgy gondolja, hogy oda adhat, az a kapott jog. A
A szerzett jog pedig annak az elvnek az átültetése, amely arról szól, hogy a minket érintő jogi, jogalkotási, állampolgársági, gazdasági, sorolhatnám, egészségügyi, kulturális, oktatási és a többi kérdésekben mi olyan jogokat szeretnénk a jogrendbe beépíteni, amelyek nem kapott, hanem úgy szerzett jogok, hogy a mi saját közösségünket érintő kérdéseket valósan kezelik, és a közösség saját maga dönti el és vitatja meg ezeknek a jogi kérdéseknek az alapjait, és mondja meg, hogy ő mit szeretne, mint közösség. Tehát ez a különbség, röviden összefoglalva, talán a szerzett és a kapott jogok között, és ez mind hozzátartozik, azt gondolom, a kérdés megválaszolásához. Én egy más aspektusból hadd szóljak erről. Szóval azért arra szeretném felhívni a figyelmet, és lehet, hogy Péter szerénységből nem beszél erről, hogy itt Szlovákiában soha nem beszélt a szlovák közösség, legjobb tudomásom szerint, autonómiáról, hanem egyszerűen az önkormányzatiságról vagy önigazgatásról szólt. És ezt azért is szeretném elmondani, mert önmagában az egész autonómia kérdésében maga az autonómia szó, még ha nem is definiáljuk körbe, hogy mit jelent, mindenkiben egyfajta ilyen zsigeri ellenérzést okoz, mert mindenki azt gondolja, hogy ez alapvetően semmi más nem jelent, mint az, hogy a magyar közösségek elszakadásban gondolkodnak távlatosan. Én itt és most szeretném mondani, hogy ezt soha egyetlen magyar közösség nem akarta. Nem akarta, nem akarja, és én azt gondolom, hogy éppen az Európai Uniónak az egyik fő pozitívuma az a személyek szabadsága, ami hát éppen Szlovákiával kapcsolatosan, mert legutóbb, mikor Balassa gyarmaton voltam, ott például sokaktól hallottam, hogy a szomszédban laknak, és ott már olyan a teljes egészében a határ, mint ami, hát ugye nem is létezik, ami tényleg egyfajta olyan együttélést eredményez, ami nyilvánvalóan egy teljesen európai módon történik. Tehát itt azért egyrésztről azt meg kell fogalmazni, hogy egyfajta önkormányzatiságot, önigazgatást jelentene a magyarság számára, ami egy hasonló megoldás, mint például a magyarországi kisebbségi önkormányzatiság, ahol megválasztásra kerülnek azok a kisebbségi önkormányzatok, amelyek helyben, megyénként és régiónként a saját ügyeiket rendezik, oktatás, kultúra, média és egyéb ügyeket. Tehát ezt szeretnénk világossá tenni. Itt van egy olyan probléma, ami nyilvánvalóan különböző fogalmi elhatárolásokat jelenti, amiben nem csak nekünk kell egymással szót érteni, és itt egy zárójeles megjegyzést hadd tegyek, Zsolt, kérem. Ez pedig azt is feltételezi, hogy a magyarság összefogjon ebben a kérdésben. Tehát, hogy egyik politikai erő, másik politikai erő, harmadik civil szervezet gáncsolja egymást ezekben a kérdésekben. Tehát én ezt egy fontos feltételnek tartom, hogy ebben legyen meghatározva az a minimum keret, amiben ezek a szervezetek egyet tudnak érteni. Ez az egyik kiindulópont. És mindaddig, ugye van az a mondás, hogy amíg két indián egymás kalpját követeli, addig a sápadtarcúak örülnek. Tehát azt gondolom, hogy ha már köztünk megvan a magyarság között ebben az egyetértés, akkor lehet egyáltalán arról beszélni, szintén a fogalmakat tisztázni, hogy a szlovák többségi társadalom is jól értse, hogy a magyarság nem az elszakadásban gondolkodik, hanem európai keretek között szeretné magának az önigazgatás feltételeit megteremteni. Azt gondolom, hogy fontos megjegyzés hangzott el az előbb, és ez valahol a felelőssége is a mi közösségünknek, itt élő magyaroknak, hogy a problémákat nekünk magunknak kell meghatározni. Mert ami nekünk nem fáj, az nem probléma a többségi nemzet számára sem. És ebben kétségkívül van adósságunk. Azt viszont ne felejtsük el, már csak a számszerű viszonyrendszer tekintve sem, hogy a kisebbség önmagában a többséggel szemben nem tud erőt fölmutatni, szükség van támogatásra. És ugye itt játszik fontos szerepet az anyaország. Ugye 1990 óta némi ingadozással ugyan, de az alkotmány által garantált módon
Magyarország kötelességének érzi, hogy a határon túliakra figyeljen, egyfajta nemzetpolitikát fogalmaz meg, viszont azt gondolom, hogy Magyarország lehetőségei is korlátozottak, hiszen ha például a dél-tiroli autonómia kérdését hozzuk fel, akkor múlt előző napi beszélgetésen is előkerült, ugye ez annak köszönhető elsősorban, hogy Ausztria egyfajta védhatalmi, nemzetközi jog által garantált védhatalmi státust élvez a dél-tiroli kisebbség fölött, tehát egy ilyen ernyőt biztosít. Az lenne a kérdésem, és megint csak elsősorban Szili Katalinhoz fordulva, hogy Magyarország ugye minden erejével megtesz minden lépést. Ez mire elég, hogyha őszinték vagyunk egymáshoz? Elég ez arra, hogy garantálhassa a nemzeti közösségek megmaradását a Kárpát-medencében? Ha megbocsátja Zsolt, én ezt a védhatalmi státuszt ki nem ejteném a magam részéről, mert emlékszem arra, hogy pár évvel ezelőtt ebből milyen ciribúri volt, úgyhogy ez is például az a fogalom, amiben értjük-e egymás című, vagy ki akarja félreérteni. Tehát én azért azt gondolom, hogy egy európai közösségben, ahol európai módon próbálunk egymással szót érteni, ott ilyet elvileg nem lenne szabad félreérteni, de úgy látszik, hogy azért mégis van. Úgyhogy én ezt szeretném kerülni, ezt a történetet, hogy ezt kimondjam. Viszont egy dolgot nagyon jól érteni kell ebben az egész kérdéskörben. És visszatérek ahhoz a tételmondatomhoz, hogy amíg a felvidéki magyarság között nem csak hogy egyetértés nincs ezekben az alapkérdésekben, addig, és ugye ennek azért három feltételnek kell megfelelni, hogy egyáltalán erről dönteni lehessen. Egy, közösség akarja, a teljes közösség döntse el, inkább úgy fogalmazok, hogy mit szeretne. Mert azért a Péterrel mi már az elmúlt időszakban dolgoztunk ki néhány javaslatot, amiben az én kérésem mindig is az volt a politikai aktorokhoz, hogy kezdjünk el egy társadalmi párbeszédet ebben a kérdésben. Adott esetben a többi kisebbséggel is föl kellene venni a kapcsolatot, de úgy látszik, hogy egyébként a belpolitikai kérdések azok sokkal inkább foglalkoztatták ugye ezeket a politikai erőket. Közben meg úgy látszik, hogy a politikai közösség meg forgácsolódott tovább, ami nyilvánvaló a helyzetet rontja. Tehát az egyik, hogy belül el kell dönteni. Egyfajta tervezet van, amiről el kellene kezdeni egy párbeszédet. És azért itt egy zárójeles megjegyzést én hadd tegyek. Lehet ma megfogalmazni azt különböző szinteken, hogy össze kell fogni a felvidéki erőknek, beleértve a politikai és civil erőknek. Erre vonatkozóan több kísérletet tettünk, én meg fogom ismételten tenni, nem lárpurlár módon, hanem egyszerűen ügyek mentén. Ennek az egyik apropója az éppen az a tervezet, amit Péterrel készítettünk. A másik kérdés az pedig az, hogy milyen a viszony, milyen a párbeszéd a közösség, illetőleg a többségi társadalom között. Ebben én azt gondolom, hogy akkor, amikor megvan az egyetértés a magyarságban, kezdeményezni kell azt a leülést, ami először fogalmakat tisztáz, és fogalmak mögötti tartalmat tisztáz. Ebben a szinergiában viszont Kalmár Ferenc miniszteri biztos úrral kidolgoztunk egy 5 pontos elvi javaslatot, amit az Európai Uniónak el kellene fogadnia, amiben például az Európai Unió kimond olyan kérdéseket, ami egy részről például, hogy az állampolgárság az a nemzethez tartozással nem azonos, azt, hogy a különböző őshonos kisebbségi önkormányzatok minden esetben államalkotó tényezőként szerepeljenek az adott országban. Tehát ezek olyan fontos alaptételek, amiket el kellene fogadni, és örülnék, ha ehhez kapcsolódóan az Európai Unió, ahogy önöknek említettem, a tavaszi afrikai származású emberekre vonatkozóan elfogadott határozatot fogadjon el az őshonos kisebbségekre, amiben kimondja azt, hogy igenis joguk van ahhoz, hogy anyanyelven tanuljanak, igenis kötelességük az államoknak ezt biztosítani, kultúrához való hozzáférést biztosítani. Ha a
önigazgatásról kívánnak szólni, akkor legyenek nyitottak erről tárgyalni. Tehát a harmadik feltétel az, hogy Európai Unió igenis ezt a kérdést karolja fel, és tegye meg az ezzel kapcsolatos lépéseit. Egy megjegyzést még hadd tegyek, és ez ebben a kérdéskörben akkor az utolsó. Azért legalább annak az elitnek, amelyik a közösséget elvileg összetartja, ennek az elitnek kellene ebben egy egyetértés, és fölfogni azt, megérteni azt, hogy abban a 24. órában vagyunk, beleértve a 100 évet, a 30 évet, a 15 évet, hogy ezeket a kérdéseket még az asztalra tegyük. Itt Felvidéken ez különösen igaz. Péter, adódik a kérdés, hogy ugye ha régióban gondolkodunk, akkor ebben a régióban ma már természetes, hogy magyarok és szlovákok együtt élnek. Az emberben fölmerül a kérdés, hogy egy szlováknak miért baj az, ha egy adott régió, ráadásul természetes régió, geopolitikai, gazdasági értelemben természetes régió, egyfajta önigazgatási modell szerint működjön. Miért vannak ennek politikai akadályai? Ugye ez ellentmond a józanésznek, mégis ez történik idestova 30 éve ebben az országban. Én azt gondolom, hogy az országon belül az elmúlt, nem 30, de mondjuk 93-tól, az elmúlt közel 30 évben, vagy 26 évben állandó politikai belső vita, feszültség, akarathiány jelenik meg abban a kérdésben, hogy egy központi államot működtessene Szlovákia erős államigazgatási központi szervekkel, vagy egy valós decentralizált államot. De a 2000. évi, ezért is mondtam az elején, decentralizáció részben zajlott le, létrehoztak olyan megyéket, amelyek egyébként nem működnek. Az a kérdés pedig, hogy a többségi nemzetnek, illetve más kisebbségeknek vajon adott esetben egy közigazgatási rendszerben, rendszeren belül egy sajátos jogkörökkel rendelkező régió pozitív volt hozna-e, vagy nem. Én azt gondolom, hogy gazdasági megközelítés tekintetéből is megvizsgálható. Szóba kerültek a Fejér-szigetek, Dél-Tirol, maradjunk mondjuk Dél-Tirolnál, Fejér-szigetek, ilyen speciális, mert ott halászati jogra van, amelyből a teljes bevétel a szigeteken marad, ugye saját útlevélre rendelkeznek, és még sorolhatnám, holott Dániához tartoznak. Dél-Tirolban az adóbevétel napi szinten kerül vissza a régióba, tehát saját maguk döntik el, hogy milyen utat építenek, milyen beruházások történnek, mire költenek kultúrában pénzt, milyen az oktatásügy helyzete. Amikor azt mondtam, hogy szerzett jogok és kapott jogok közötti különbség, ma az országon belül magyar oktatási rendszer mint olyan nem létezik. Szlovákiában olyan szlovák iskolák vannak, amelyeknek magyar tannyelve van. Filozófiabeli különbség, azért próbálom levezetni egy-egy konkrét mondattal, hogy mindenki értse. Ha egy régióban a régió oktatásügye, és ezen belül adott esetben a mi viszonylatunkban, ezen belül a kultúra, az oktatás, a gazdaság, az egészségügy, és még sorolhatnám, saját kezelésbe kerül, akkor mi döntjük el saját magunk, hogy milyen oktatási hálózatot akarunk építeni. Ez természetesen nem, és nincs, nem lehet kárára, és nincs kárára a többségi nemzet oktatási hálózatának, amely adott esetben mondjuk marad a központi hatalom, a minisztériumnak a teljes fönnhatósága alatt. Az MKP-s javaslatban, koncepcióban annó talán újdonságként jelent meg, csak erről se folyt le széles körű társadalmi vita. 2014, ugye? Igen, 2014, január. Tehát amiről nem folyt le vita, az például annak a kérdésnek a taglalása, hogy mi a több magyarság, mi a peremvidék magyarsága, és mi a szórván magyarság. Mik a természetes regionális központok, hogy kapcsolódnak adott települések a természetes regionális központokhoz. A peremvidéken és a szórványban hogy lehet létrehozni az egyébként Magyarországon is működő kisebbségi önkormányzati modellt, amely ugye egy helyi települési önkormányzat mellett létrehozott olyan
roma, német, magyar, sorolhatnám, teljes és mindenkit, tehát minden nemzeti kisebbséget érintő önkormányzati rendszer, mely párhuzamosan a helyi önkormányzat mellett működik, de a saját nemzetiséghez tartozó, nemzeti közösséghez tartozó személyek saját maguk közül választanak oda olyan képviselőket, akik az ő ügyeiket kezelik, ide például az oktatás és a kultúra tartozhatna, de ez a Perem és a Szórványvidékre vidékre vonatkoztatható, a tömb magyarság tekintetében pedig együtt élve és teljesen kiegészítve és valóban segítve a normális együttélést, viszont a mi saját jogainkat biztosítandó olyan önigazgatási modellt lehetne létrehozni, amely ezeket a kérdéseket megoldaná. Az alapfeltétele az, hogy egyáltalán a szlovák társadalommal megvitassuk azt a kérdést, hogy vajon a jelenleg hatályos önkormányzati modell, mint olyan, az működőképes-e. Tegyem hozzá, hogy a szlovákok részére ez a kérdés, mondjuk vonatkozzunk el a magyarok által lakott területekről, ugyanúgy kérdésként jelenik meg, hiszen Szepesség ketté van vágva, és egy természetes régió. A Vágvölgye, a Garamvölgye ketté van vágva, az erdőhátiak, az áhorákok, mint olyanok, sajátos régió, szintén két megyében vannak, hiszen Nagyszombatiban és a Pozsonyiban is, de azt gondolom, hogy sajátos jogosítványokkal rendelkezhetnének, hiszen szintén egy természetes régió. Tegyem hozzá, hogy a Szlovák Tudományos Akadémia szerint közel 20 természetes régió van az országban, nyelvi, kulturális, építésügyi, gazdasági és egyéb jellemzőivel sokkal közelebb áll a Szlovák Tudományos Akadémia által még a 90-es évek közepén kidolgozott természetes régiókra vonatkozó térkép, illetve meghatározás ahhoz a koncepcióhoz, amely az MKP-n belül készült, és hát egyébként elérhető az interneten, tehát semmi titok nincs benne, mint mondjuk a ma hatályos közigazgatási modell. Köszönöm szépen, hadd éljek még egy kiegészítés lehetőségével, mert arra nem reflektáltam, hogy ugye a magyarországi alaptörvény, túl azon, hogy a miénkben azért benne van, hogy a Magyarországon élő kisebbségek államalkotó tényezők, van egy másik passzusa is, ami viszont arról szól, hogy Magyarország egyszerűen a határon, mármint a Magyarország határán kívül élő magyar közösségekért felelősséget visel. Ugye az előző alkotmányunk az felelősséggel tartozik, azt tartalmazta, ami hát nyilvánvaló nem cselekvése ösztönöz, viszont a felelősséget visel, nagyon jól érzékelteti, hogy ez egy napi operativitást jelent a magyar állam részéről. Ez nyilvánvaló, hogy azokban a gazdasági támogatásokban is benne van, mint ahogy egyébként a magyar alaptörvényben az autonómia törekvések támogatása is benne van. De hangsúlyozom még egyszer, ezt ugye a közösségeknek kell megfogalmazniuk, hogy mit szeretnének. A másik megjegyzésem az pedig, olvastam, hogy tegnap itt volt Zuzanna Csaputova elnökasszony, aki azt gondolom, hogy ez azért egy gesztus volt, hogy ő itt volt. Remélem, hogy ezzel ő azt is jelezte, hogy egy újfajta nyitottságot kínál a magyar közösséggel szembe, és úgyhogy én innen is kérem őt, hogy akkor azokat az önigazgatási és önkormányzási törekvéseket támogassa, amit egyébként a magyar közösség reményeim szerint együttesen és közösen minden politikai felhang és ellentét, tehát félretéve kezdeményez. Tehát én ebben egy új lehetőséget látok, tehát ez nem egy korszak lezárja, hanem egy korszak nyitányaként értékelem, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ő ebben a többségi társadalom politikai közegét is fogja tudni változtatni. Viszont én is készen vagyok arra, hogy a magyar pártokkal és civil közösségekkel a nem távoli jövőben leüljek, és én láttam, hogy a kerekasztal kezdeményez egy szeptember végi találkozót, de én azt gondolom, hogy hangsúlyozom, nem a választások miatt, hanem egyszerűen azok miatt, a kérdések miatt, ami az ügyek mentén történő kooperációt jelenti, érdemes ezt minél előbb megtenni.
órámra tekintek, és úgy tűnik, hogy az az egy óra, ami nekünk rendeltetett, lassan lejár, de azért mégiscsak a közönséghez fordulok, hogyha megfogalmazódtak kérdések, akkor korlátozott számban ezeket föltehetik, és készségesen válaszolnak, azt gondolom, a vendégeink. Úgyhogy tessék parancsolni, ha lesznek kérdések, szívesen meghallgatjuk. Én egy kérdést föltennék azért elnök úrnak, ha már ezt a lehetőséget megkaptam, hogy elnök úr hogy látja, hogy lehet-e partnereket találni arra, ami ennek a kérdésnek az asztalra tételét jelenti, illetőleg a többi civil és politikai erőt, hogy látja ebben, milyen partnereik lesznek? Mindig meg kell látni a helyzetet. Szerintem ebben a másodpercben ma nincs, de lehet, hogy 2020 februárját követően egy új helyzet alakul ki. Én azt látom, hogy az elmúlt években nem igazán jelent meg olyan kérés-követelés a magyar közösség részéről, amely valamitől több lenne, mint ami mondjuk egy szokványos alapmegközelítés. Abban a pillanatban, hogy lehetőség nyílik rá, én azt gondolom, hogy ezzel élni kell, és ott lehet politikai partnereket találni egy kérdésnek a megoldásához, ahol olyan helyzet alakul ki, amikor megkerülhetetlenné válik valaki. Talán ez legyen tanulság is a 90-es évek közepe tájékáról, amikor például konkrétan említettem a 2000-es évi decentralizációban történő kilépést, nem kilépést. El kell jutni erre a szintre. Még egy mondat erejéig, hogyha szabad egy kitérőt tennem, elhangzott a vajdaságiak részéről az ott bevezetett arányossági elv. Van nálunk is arányossági elv, mert például a televízióról szóló törvényben ugye benne van, hogy a lakosság arányának megfelelően kell a nyelvi sugárzás biztosítani. Alkalmazzák, Péter? Két évvel ezelőtt írtam, és többen csatlakoztak hozzám, meg lett hirdetve az interneten, de miután kérdést tettek föl nekem a közösségi hálón, a szlovák televíziós rádió tanácshoz, azóta gyakorlatilag pedig vannak benne magyarok, besöpörték a kérdést az asztal alá. Örömmel venném, hogyha lenne jogász, aki most beleáll és segíti az ügyet, mert mondtam, hogy bíróskodni is lehetne a kérdésben. Egy meglévő jog nem szerzett és nem kapott, egy meglévő jognak a biztosítása viszont a többségi társadalmon kívül a mindenkori hatalomnak a kötelezettsége is, én azt gondolom. És itt vannak az alapproblémák, hogy vannak törvények, amelyekben vannak olyan dolgok, amelyeket akár pozitívként is lehetne kezelni. Fogalmam sincs róla, hogy mondjuk a szlovák politikai elit részéről van egyáltalán tudomás arról, hogy mi történik. Lehet egyébként, én azt gondolom, partnereket találni, csak megfelelően kell beszélni megfelelő témáról, akár a szlovákokkal is. Volt rá példa, amikor konkrétan a dekrétumok ügyét, amiről halván fogalmuk nincs, hogy mi a probléma vele, mert nem ismerik, mert nem tanítják nekik a történelemórákon, akkor valaki egy órán keresztül elmagyarázza oda, teszi, bizonyítja, akkor az értelmes ember ezt fölfogja és megérti, mert az ő részére egy hasonló helyzet ugyanúgy gondot okozna. Én azt gondolom, hogy meg kell várni ezt a pillanatot, illetve meg kell keresni, észre kell venni, nem hogy megvárni, észre kell venni azt a pillanatot, amikor bevihető a köztudatba. De a másik oldalon viszont beszélni kell, akár részleteibe, akár egészébe, azokkal a szlovák értelmiségiekkel is, akik megértik azt, hogy egy-egy ilyen kérdés az mindenki részére pozitívumokat hordoz. Én egyetlen mondatot ehhez hadd tegyek, hogy én nagyon remélem, hogy nem a megkerülhetetlenné válás fogja eredményezni a párbeszédet, hanem éppen a párbeszéd lesz a feltétele a megkerülhetetlenné válásnak, úgyhogy csak ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Igen, fontos a logikai sorrend, és fontos az idő betartása is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak minket és a vendégeinknek, hogy megosztották velünk a gondolataikat. További jó időtöltést kívánok, Gombaszögöm! Köszönöm.